Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, de ez történt ma, mai témáink röviden. Börtönbe küldeni Elon Musk az orvosokat, akik gyerekeken végeznek nem váltó műtéteket, és a beavatkozásokat támogató szülőket is szankcionáltatná. Nem tudja azt mondani a nemzetközi tévében, hogy azt akarja, hogy Ukrajna nyerje a háborút? Kérte számon Szijjártó Péter külügyminisztert, a BBC házigazdája, akinek a kérdései inkább egy vádiratra hasonlítottak Magyarország ellen. A 23 perces interjúból egyébként a műsorvezető több mint 8 percet beszélt, és a válaszok láthatóan nem is nagyon érdekelték. Újabb erőszakos utcafoglalások az Egyesült Államokban. Több száz fiatal rohamozott meg egy benzinkutat. Bérgyilkosnak jelentkezett egy amerikai férfi, az FBI válaszolta pályázatára. Az FBI kínai titkos ügynököket vett őrizetben New Yorkba, az volt a feladatuk, hogy az Egyesült Államokban élő kínaiakat hallgattassanak el. Önök az április 18-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 33 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Börtönbe küldeni Elon Musk az orvosokat, akik gyerekeken végeznek nem váltó műtéteket, és a beavatkozásokat támogató szülőket is szankcionáltatná. A milliárdos a Twitteren fejtette ki a kiskorúak nem váltásával kapcsolatos véleményét. Mint korábban beszámoltunk róla, Florida államban az orvosi tanácsok megszavazták a kiskorúak nem váltó műtéten való átesésére vonatkozó tilalmát. sőt már nem kaphatnak 18 éven alatti gyerekek, pubertás blokkolókat és hormonkezelés sem. Elon Musk a Twitteren reagált a Floridában bevezetett új szabályokkal kapcsolatos egyik bejegyzésre életfogytillani börtönbüntetésre kellene ítélni azokat a szülőket és orvosokat, akik meddővé tesznek egy gyereket, mielőtt felnőtté válnának, írta Musk. A, a Tesla tulajdonos üzletember, transznemű 19 éves lánya tavaly elintézte, hogy jogilag is fiúként élhessen a továbbiakban, és a nevét is megváltoztatta, hogy teljesen elhatárolódjon Musktól. A milliárdos korában a nemváltáshoz kapcsolódó névmásokon viccelődött, ami miatt sokan felháborodtak. Nem tudja azt mondani a nemzetközi tévében, hogy azt akarja, hogy Ukrajna nyerje a háborút? Kérte számon Szijjártó Péter külügyminisztert a BBC házigazdája. Szijjártó Péter külügyminiszter volt a BBC Hard Talk nevű műsorának a vendége, amiben a házigazda a tárcavezetőn kérte számon Magyarország álláspontját az orosz-ukrán háború kapcsán. A műsorvezető azzal indított, hogy egy nagyon egyszerű kérdésre szeretne választ kapni. Magyarország kit akar látni a háború győzteseként? Mire Szijjártó azt felelte, hogy azt akarja, mi szerint minél előbb vége legyen a háborúnak, annál is inkább, mert a szomszédunkban zajlik a háború. Majd hozzátette, kérem ne feledj el, hogyha velem beszél, akkor egy olyan nemzet képviselőjéhez beszél, amelynek tagjai a háborúban életüket vesztik, Tekintettel arra, hogy jelentős magyar kisebbség él Ukrajna nyugati felén, akiket besoroznak az ukrán hadseregbe, sokokat közülük a frontra vezényelnek, és sajnos sokan meg is halnak. Azonnali tűzszünetet, béketárgyalásokat szeretnénk, fogalmazott a külügyminiszter. Tehát nem tudja nekem azt mondani a nemzetközi tévében, hogy azt akarja, hogy Ukrajna nyerje meg a háborút? Tette fel számon kérő stílusban a kérdést a házigazda. Szijjártó azonban úgy reagált, hogy nem hiszi, mi szerint ennek a háborúnak lehet győztese, csupán vesztesei lesznek. Ezután a műsorvezető azt kérte számon, hogy Orbán Viktor tavaly arról beszélt, hogy sem Oroszország, sem pedig Ukrajna oldalára nem szabad állni, hanem a kettő között kell lennünk. Ez nagyon furán hangzik a számomra, mondta a házigazda. Miért olyan nehéz kimondania, hogy azt szeretné, hogy Ukrajna kiszorítsa az orosz erőket az országból? Ezután Szijjártó ismertette a háborúval kapcsolatos magyar álláspontot, amely az Ukrajna területi integritása melletti kiállást is magában foglalja. A beszélgetésben további érdekes szóváltások voltak, amely a cikkünkben megtekinthető teljes terjedelmében feliratosan. Újabb erőszakos utcafoglalások az Egyesült Államokban több száz fiatal rohamozott meg egy benzinkutat. Legutóbb a Los Angeles-i Comptonban foglalt el az utcát több száz kapusz és csukjás fiatal, akik betörtek egy benzinkútra és kifosztottak több helyi éttermet és boltot is. Ahogy arról beszámoltunk, a napokban több száz vandál tínédzser lepte el Chicago utcáit is, ahol nagyon sok autót megrongáltak, összetörtek, de embereket is bántalmaztak. Komtomban illegális gyorsulási verseny tartottak, majd elkezdték a közelben lévő üzleteket kifosztani. A rendőrség hiába vonult ki, annyira kevesen voltak, hogy csak egy ember tudtak letartóztatni, és nem tudtak szembeszállni a randalírozókkal. A felvételen látszik, ahogy több tucat kapucnis fiatal törbe egy benzinkútra, majd mindent visz, ami csak mozdítható. Többen még arra sem vették a fáradtságot, hogy az arcukat eltakarják, nevetve pakolták ki az üzletet. A randalírozók több ezer dolláros kárt okoztak a benzinkúton, és összesen hat boltot támadtak meg, amelyeket szintén kifosztottak. A rendőrséget kihívták a helyiek, mert a környéken több száz fiatal foglalt el az utcákat, de a hatóság tehetetlen volt, és a felvételeken hiába látszik több elkövetőnek az arca, egyelőre a lakosság segítségét kérték a fosztogatók beazonosításához. Bérgyilkosnak jelentkezett egy amerikai férfi, az FBI válaszolta pályázatára. Egy amerikai férfinek fogalma sem volt, hogy amikor keresett kiegészítési célnal bérgyilkosnak jelentkezett, akkor valójában egy FBI ügynökkel folytatott eszmecserét. Josiah Garcia egy olyan honlapon keresztül jelentkezett úgymond az állásra, amit még 2005-ben hozott létre egy cég, de végül a kibervédelmi vállalkozásból nem lett semmi. A weboldal viszont megmaradt, és mivel az elmúlt években többen is jelentkeztek a felhívásra, hogy bérgyilkost lehet bérelni, végül viccoldalt csináltak belőle, de még űrlap is van rajta, amit kitölthetnek az érdeklődők. Garcia úgy gondolta, hogy katonai tapasztalatára és jelenlegi munkájára tekintettel jó keresett kiegészítés lenne egy mellékállás, hogy támogathassa a gyerekét, és bár egy FBI ügynök válaszolta megkeresésére, a férfi semmit sem gyanított. Még arra is részletesen válaszolt, hogy miért szeretné megkapni úgymond a munkát, és miért lenne alkalmas bérgyilkosnak. A férfi leírta, hogy olyan munkát keres, ami jól fizet, és a katonai tapasztalatához is kapcsolódik, ami abból állt, hogy megjelölt célpontokra lő és megöli őket. Garcia az FBI ügynök kérdésére megerősítette, hogy emberek megkínzására is hajlandó lenne, és élvezi a mostani munkáját, ezért valami ahhoz hasonlót keres. A férfi ezután még találkozott is az ügynökkel egy parkban, ahol kapott egy fiktív feladatlistát és 2500 dollár előleget. Garcia-t letartóztatták még aznap, és akár tíz éves börtönbüntetést is kaphat, hiába állította azt, hogy nem tervezte elvégezni a munkát, és kapott egy ajánlatot egy egészségügyi központban, amit el is tervezett fogadni. Az FBI kínai titkos ügynököket vett őrizetbe New Yorkban. Az volt a feladatuk, hogy az Egyesült Államokban élő kínaiakat hallgattassanak el. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI őrizetbe vett két embert New Yorkban, akik a hatóságok gyanúja szerint kínai ügynökökként dolgoztak azzal a megbízással, hogy zaklassanak és elhallgattassanak Egyesült Államokban élő kínaiakat. Az illetékes szövetségi kerületi ügyészség szóvívője azt közölte, hogy a kínai negyedben, a Chinatownban őrizetbe vett két ember összefüggésbe hozható a kínai rendőrség illegális műveletével, amelyet egy New Yorkban kialakított kínai, úgymond nem hivatalos rendőrszó őrszobáról irányítottak. A kirendeltséget tavaly ősszel egy bírósági felhatalmazással tartott házkutatás során az amerikai hatóságok felszámolták. Számolt be a New Yorki kelet részéért felelős kerületi ügyészség szóvívője az amerikai igazságügyi minisztérium emellett megvádolt 34 kínai rendőrségi tisztviselőt is azzal, hogy a kínai kormányról kritikus véleményt megfogalmazó az Egyesült Államokban élő kínaiakat zaklattak. A bejelentés szerint mind a 34 ember Kínában él, és tagja az úgynevezett 912-es különleges program munkacsoportnak, amelyet az amerikai válthatóság szerint a kínai kormány abból a célból működtet, hogy az internetes befolyásszerzés eszközével alakítsák a Kínáról, illetve a kínai kommunista pártról a világban élő véleményeket. Nos, ennyi fél bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 33 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk a hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!